Kedves közönségünk, kedves csapatok, eset, kedves készülők, szeretettel köszöntünk mindenkit Bogácson. A negyedik Kamra Mustra és Kocsonya főző verseny alkalmából szeretném átadni a szót polgármesterünknek, hogy nyissa meg és egy pár szót szóljon hozzá a rendezvényhez. Köszönöm szépen, tisztelettel és szeretettel köszöntöm valamennyiüket itt Bogácson az ismét megrendezésre kerülő Kamra Mustrán és Kocsonya főző versenyen, ami természetesen valami újjal mindig próbálunk kiegészíteni és próbáljuk frissíteni ötlettel, úgyhogy most ez kiegészült egy pogácsa sütő versennyel is. És hát nagyon nagy örömömre szolgál, hogy 10 csapat is elfogadta a felkérésünket, és eljöttek ide, bemutatják a kamráikat, a települések jellegzetes ételeit, amit télen eltettek, a télire eltettek nagyanyáink, azért, hogy a családot megfelelő módon tudják ellátni télen is. Különböző húsfélékkel, vitaminokkal, befőttekkel, aszalványokkal és mindenféle finomsággal. Itt, ha körbenézek a teremben és körbe szaglászok, akkor eszembe jut igazán a nagymamám kamrája, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, elfogadták a meghívást, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy valamennyien fontosnak érzik azt, hogy a népi hagyományainkat ápoljuk, legyen az gasztronómia, legyen az népdaléneklés, legyen az néptánc. Azt gondolom, hogy a gasztronómia nagyon-nagyon fontos része a néphagyomány ápolásának, és ennek próbálunk most egy kicsit teret engedni a mai napon. Én kérem önöket, hogy egymás produkcióit is fogadják nagy szeretettel, és nézzenek szét egymás kamráiban, hogy mit érdemes ellesni ezekből a kamrákból, hogy mit, hogyan érdemes eltenni a következő esztendőkben, és bizony mi is a mai világban igyekszünk visszatérni a gyökerekhez, és igyekszünk azokat a hagyományos tartósítási módokat alkalmazni, amelyek nélkülözik a nitrites pátsót és minden mást, amit a mai gasztronómia esetleg alkalmaz, és igyekszünk visszatérni nagyanyáink receptjeihez. Én kívánom valamennyi résztvevőnek, hogy ezekkel a receptekkel ismerkedhessen, hogy megkérdezhesse a kamrák kiállítóit, hogy ők mit, hogyan készítenek és hogyan tesznek el télire. Talán ezzel is egészségesebbek leszünk. És talán tényleg a hagyományőrzéshez egy kicsit kapcsolódhatunk. Több helyszín is van a mai rendezvényen, ugye a fő helyszín itt a közösségi házban a kamrák kiállítása, de kinn az udvaron lesz kerül zsűrizésre a kocsonya. Én úgy tudom, hogy körülbelül 60 féle, illetve 60 tányér kocsonya van, pogácsa is kint kerül zsűrizésre, kint helyi termékeket, kézműves termékeket tudnak vásárolni, kóstolni. És természetesen a csapatok valamennyi tagját szeretettel várjuk hátul a nagy sátorban egy tál meleg ételre, egy tál meleg ebédre, illetve inni ennivaló is van ott odakint bőven. Úgyhogy kérem, jöjjenek és fogadják a vendéglátást szeretettel, amilyen szeretettel mi nyújtjuk önöknek. Jó szórakozást kívánok a mai napra mindenkinek, és kívánom, hogy ne legyenek éhesek délután, amikorra hazamennek. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen ezeket a szép szavakat. Nekem most annyi volna a dolgom, hogy bemutassuk a zsűrit, hogy kit lehet majd a végén dicsérni vagy szidalmazni. Mivel hogy cukrász termékünk, tehát vagyis magyarul fogácsánk is van, régies étel, hogy hívtunk magunk közé egy mestercukrást, a Bakos László mestercukrásnak mutassanak be. Ő fogja a fogácsát. Vér János barátunk, ő hagyományozó népi sütőkészítőmester. És Fülöp Tibor. Tavaly is tavaly, hogy mindig zsűrök az volt. Én pedig Cserneki László vagyok, a régió gasztronómiai elnöke vagyok. Kedves csapatok, mint ahogy a polgármester azt, hogy mondta, ez most olyan dolog, hogy itt egymás spajzájába, egymás kamrájába be lehet most nézni. Most betekintést nyernek, és tényleg hátra találnak valami ötletet. Nézzenek szét. És ami a fontos, ami én nagyon szeretem ezt csinálni, hogy az emberek körbejárnak, beszélgetnek, és sokszor hallottam, hogy összesúrnak, hogy nagyanyám is így csinálta. Én mamámnál is pont így volt eltéve például az árpa közé dugott körte. Vagy valami ilyesmi, hát ha olyan tapasztalatot gyűjtenek, amit ezt át tudnak a fiatalságnak.
Ami egyetlen, én legalábbis nagyon hiányolom, nagyon kevés fiatalt látok meg itt. Hogy fogjuk tudni átadni nekik? Nem tudom, valami kikén találni, hogy hogyan húzgálják hűrükni fogva ide, hogy másodszorra önmaguktól akarjak jönni, és meg akarják tanulni ezt a tudományt, mert ez egy tudomány, ez a gasztronómia, az, hogy a dédanyáink csinálták. A mai nap folyamán, hogy mind ahogy mondtuk, lesz akkor kocsonya versenyünk, az a kinti kis sátorban, gondolom már mindenki látta, ez körülbelül 11 órakor kerül zsűridésre. 11 óra után a pogácsákat is értékeljük. Tényleg a pogácsák közül is nem is gondoltam, hogy talán már 27 fajtánál tartunk a pogácsáknál, ez is le a kalappa. Itt próbálkoztunk játszani a szavakkal, hogy bogácsi bogácsa, mert errefelé bogácsának hívják a pogácsát, ahány az annyi szokás, és akkor nagyon szép ilyen körmondat alakult ki ebből. Hát ezt is meglátjuk, hogy milyen lesz. Tényleg a mai nap folyamán reggel beszéltem Szent Péterrel, meghívtam Fröccsre, hogy a szelet állítsa el. És sikerült, képzeljük el, hogy... Mert a borzasztó milyen szív volt itt. Tegnap azt hittem, hogy felborítja a sátor, de hát is nem elúsztuk. Velünk van Szent Péter, mindenki velünk van. Önökkel legyen szintén Szent Péter, és mindjárt érezzék jól magukat. A kamra mustrálni körbe megyünk, és mindenki felékáljuk, hogy a negatívot, pozitívot, de negatívot nem is nagyon látunk. És mindenről eredményt szeretnénk hirdetni délután 14 órakor, 2 órakor, hogy mindenki tudjon elmenni. Gondolom 3 órakor, hogy mindenki már haza akar menni. Nem tartunk fel, de aki itt marad, az mindenki jól érzi magát. Mindenkinek sok sikert, és szép napot, és jó ételeket a jó étvágyhoz. Köszönöm a figyelmet! Az új esztendőben, jó tavasz, hűz beletják, jó kevés.
Kövi. A pulyka és a patkány névi. Nézzen, mit ügyében, eltit házaspa. Az ember igen kérén fog, az asszú, mi nagyon szájos. Hát, igen, Pecskány és Fehér nép volt. Az ember, ha a kázisban nem jól fogja a kanalat, azért is még bárti az asszot. Ha kiáltott a kázisban valamit, azért is még bárti az asszot. Már figyelj, nem ér annyira fel, hogy már küldási mit az asszó. Egyszer az asszony hozzá fogod szírva dúszkot csinálni. Oda még én az ember akar a segítés. Mit csinálsz, te asszony? Mi bajod van neked? Mit keresél te itt? Mi között hozzá? Tudd még, hogy patkámérket főzök. De elfűnni, hogy egy elvisztémet is? Mert akkor azon a minutomban, azon a szent helyen meg fogsz halni. Másnak az asszony elment Radautra a piacra. Vitt egy kis tejet, túró tejtét, hogy pénzt csináljon. De volt neki pulyka fiai, azt mielőtt elment Radautra a piacra, azt mondta az urának, hogy nagyon vigyázz a pulyka fiakra, hogy el ne vigye a helye, vagy el ne kaboroljunknak. Mert akkor nagyon még berőtt szerté, akkor engem hazani várjál a piacról. Mikor az asszony elment, Zámbér gondolta, hogy ráköti madzagra a pulykafiakot. Hát úgyis van, összekötötte a pulykafiakot, az kiengedte a tallóra legállni őket. Elmény, befeküdt a talló végére, a bukor alá, hogy a fejét ne süssjanak. Érte rá, hogy jön a helye, félkapott egy pulykafiat. De mivel összivált a közös, mert az egészet elvitték. Jaj, szalas utána az ember rajgatott, hogy jaj, hé. De ugye a pulykát mind elvitték. A helye. De nem kell, úristen, most mit csináljak? Még itt az asszony. Ha hazamegyek, még hazagyűl, még öl engem. Mit csináljak most? Még iszom a pulyka méltát. Vagy a patkán méltát. Bemélt a tembért. És akkor szobába, a nyújtó padra csinálsz magának egy ravatot. Szépen ikerítik a fehér lepedővel, eligazgatja ügyesen, végíti az ünneplő ruháját, kivénk a fumrába, még itt egy üveg szívba bepöltek. Visszamint lefeküdt a nyújtó padra, várta a halált. De halál nem jött. Jó ideig nézti a gerendát is, de nem jött a halál. Akkor félkelt, megint kiment a komrába, még itt az összes szilvadusztot, ami csak volt. Visszafeküdt a ravatalra. Várta a halál, de nem jött. Jött ám a feleség a piacról. De ember, mit csinált? Nem vagy bolondulva? Még ha üsszél a ravatalra? De rendben már nem nagyon szólt, csak nyöszörgő. Máááá, most az, hogy be kell vallanom az igaz. Hogy én mindig ittem a kumra, a pulykákat elvitti a helye. Én mit a serűségében mindig ittem a pulyka bérget. Most már meg kell halnom. Mindjárt itt van a halál. Gyere le a ruhanyú csapadunk, mert ők csinál velem a derékadot. Nem elég, hogy a pulyka mérdet még itten, a patkány mérdet még itten, meg a filmadúszot is még itten. Idén ember leszállt a nyújtófad, de még mai nap is tudja, hogy milyen nem volt még a patkány mérdet. Most pedig ismét egy bogácsi hagyományőrző csoport következik, a Tündér Rózsa néptáncegyüttes. Rábaközi táncokat láthatnak majd tőlük, utána pedig a Tardi hagyományőrző csoport nótacsokrát hallhatják. Köszönjük.
tisztelettel köszöntöm itt a vendégsereget. Nem a hagyományvezető csoportban, itt csak négy asszony. Tehát a négy asszony kitetett hagyomány négy csoportot. Úgyhogy fogadják szeretettel három sumárdot. Énekelnek önöknek sok szeretettel. Köszönöm.
szoba, benne van egy ismeretek, több ismeretek, most egy második. Thank you.
Hagy mutatok Sambel polgármesterét, a nem ismerni, csendestét. És akkor én át is adnám a mikrofont és pár szóval értékelje a mai munkát, hogy hogyan történt a mai esemény. Köszönöm szépen a szót. Csatlakoznék itt az előző poénhoz, mert ugye akár meg is nyithatnánk. Mert még annyi minden enni, innivalónk van itt a kultúrházban, úgyhogy akár megnyitó is lehetne, de én azt gondolom, hogy egy nagyon kellemes, jó hangulatú délelőttön vagyunk túl. Ez persze az eredményhirdetés nem azt jelenti, hogy most aztán már pakolni kell és menni, hanem nagyon szívesen látjuk Önöket továbbra is itt, de mégiscsak egy csúcspontjához érkeztünk a mai napnak. Mégiscsak kíváncsiak arra a csapatok, hogy az ő kamrájuk a zsűri szerint hanyadik helyezést érte el. Mégiscsak kíváncsiak a kocsonyafőzők arra, hogy hogy ízlett a kocsonya. És hát a pogácsasütők meg szerintem tudják, hogy nagyon jó volt a pogácsa, mert mindenki elfogyott. Úgyhogy igazán hagyományos ízeket kóstolhatunk, és hagyományos volt a maga a hangulat is, amit körülvett bennünket ebben a közösségi házban. Azt gondolom, hogy jól érezhettük magunkat, aki még nem ebédelt a csapatok közül, azoknak hátul kinn a nagy sátorban, a büfé sátorban várja őket a finom meleg babujás, úgyhogy tegyék meg, hogy megebédelnek. És hát remélem, hogy a helyi termékek közül is tudnak majd maguknak valamilyen emléket hazavinni, vagy valami kóstolót. Én a zsűrinek átadnám a szót most itt az eredményhirdetés alkalmával, és hát szeretném, hogyha némi szakmai tanácsot is adnának, mert mi beszélgettünk arról, hogy egy-egy pogácsának esetleg mi volt az, ami miatt nem első lett, és nem azt akarom mondani, hogy ami miatt nem volt finom, hanem hogy ami miatt nem első lett az a pogácsa. Remélem, hogy el fogja mondani majd a kedves László a cukrász, hogy mi volt az az ismérv, ami miatt talán nem sikerült az első helyet elvinni, de mindenkinek köszönöm. És aki hozott ide valamiféle terméket, aki kamrát hozott, aki kocsonyát, vagy aki pogácsát hozott, és mindenkinek köszönöm azt, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy elfogadta a meghívást és eljött ide hozzánk. Úgyhogy én most a Bogácsközség Önkormányzata nevében azt tudom mondani, hogy jövőre találkozunk ugyanitt,
ha nem is ugyanekkor, mert ugye azt azért megfogadtuk, hogy a Miskolci Kocsony Fesztivállal nem fogjuk egy napra tenni. Reméljük, hogy sikerül majd ez az egyeztetés jövőre, de hogy jövő februárban ismét szeretném, hogyha találkozhatnánk, ez már biztos. Úgyhogy mindenkinek köszönöm még egyszer a részvételét. Köszönjük szépen ezt a szép összefoglalót, nekem nincs más dolga, hogy bemutassam a zsűrit. A szakmai zsűrünk Laci bácsi volt, Mester Cukrász, és akkor ő elmondaná, hogy mi is volt a pogácsákkal. Aki ismeri a Bakos Marcipánt, akkor azt tudja, hogy miről van szó. Ő nagymester szakmának, ugye édes és a sok süteményeket is. Pár szóval vicces jellemezd a mai versenyt. Köszönöm szépen, és igazán polgármester asszonynak, mert ez vagyok minden pogácsa, és ez a fokmérő, ez az érték. Rend, amit én szakmailag hozzá tudnék tenni, hogy a tepertős pogácsákban egy kicsit több fűszert lehetne használni, konkrétan a borsot, paprikát megtaláltunk, találtunk fantasztikus dolgokat, szezámmagot, agymát és szalonnát és mindenféle olyan töltelékeket, ami a, nem mondanám, hogy pogácsának, de a sós süteménynek, de mégis a pogácsa dominál. A sütésre egy picit nagyobb pontot kéne fordítani, ami nyugodtabb, lassúbb, sütőnél 180-170-180 fokon történne, és ragyogóan megemelkednek, megsülnek azok a pogácsák. Amit még fontosnak tartani, kiemelni, kaptunk úgynevezett már kihűlt pogácsát, de kaptunk viszont meleg pogácsát is. Ami a kettő között nekem az, engem az fogott meg, hogy a kis edénybe takaróval letakarva melegen tartották a pogácsát, és ez a gondoskodásnak a jele. De minden terméken látható volt a gondos kéz. Én magam részéről Pestről jöttem, én vidéki gyereknek azt gondolom nem mondhatom magamat, bár vidéken születtem, egy biztos, ide lejönni, vagy bárhova az országból, vagy ide, nagy szeretettel elmegyek, és örülök neki azokat a gondos, idős anyukámnak, nagyomának voltak ilyen kezei, amit őt előtettem, látom. Sok erőt, kitartást hozzá, és azt kívánom, elhangzott itt, hogy fiatalok kevesebben vannak, én kívánom, hogy a fiatalok vegyék át ezt a szép hagyományt, és egy teljes körű életet élnek akkor. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezt a pár szót. A zsűri tagja volt Vér János barátom, még népi hagyományozó sütőfőzőmese. És akkor tényleg a pogácsa, 36 féle pogácsa volt. Nem is gondoltam, hogy ennyit elhozta, megmondom őszintén. Először mondom, bogácsi bogácsákkal játszottunk a névvel, pogácsa verseny. Én mondom, 10-12-en elhozzák már előbb neked, 36-an, ez le a kalappa, én megállom mindenki előtt a sapkámat, mert nagyon jól tették. A kocsonyára visszatérve nagyon sok kocsonyán, és közel 60 tányér kocsonyát kaptunk, ez is. Hát az országot járva nagyon kevés helyen, sőt, talán sehol sem hoznak ennyit. A kocsonya ízei, azok érdekesek voltak. Volt, hogy 10-15 olyan kocsonya, hogy azonnal minimum boltba is eladnám, mert mindenki sorvállalna érte. Volt, vagy 10-15 kocsonya, ami kimondottan finom volt. Egy-két dologra még nem vigyáztak az emberek. Szeretnék figyelmét felhívni mindenkinek, hogyha valaki füstölt, sózott csülökből, vagy valamiből csinál, áztassak így csülköt, mert ha benne marad, és akkor sóssá teszi a kocsonya. Azon kívül még volt olyan, hogy zöldségkocsonya. Ha egyszer kocsonyát készítünk, lehet benne zöldség is, semmi akadálya, de nem szabad túl doppingolni, tehát túl sok zöldséget tenni. Ez nem zöldségleves lesz a végjunkabergyárban, hanem kocsonyát szerettünk volna csinálni. Ennyi volt a megjegyzésünk. Egyébként a kocsonyát állása már tudták, hogy nem szabad kihagyni a kocsonyából, úgy rászedni a levet, hogy kilógjon belőle a hús, mert ha kitüremkedik, kimarad a kocsonya, maga a kocsonya lény nem lepi a húst, akkor az pár perc, egy óra múlva megszárad és kemény lesz, és ilyen rágós lesz. Azt kérem mindenki, lepje el, tehát úgy csinálja a kocsonya húsdarabját, ragassza oda kicsit kocsonya léve az aljára, kicsit fogja meggyárulni, és utána már rá lehet szedni a kocsonyát. Én megköszönöm mindenkinek, nagyon szépek, nagyon jók voltak a kocsonyák úgy összességében. Szépen díszítették, most már hál' Istennek elértük azt, ez csak zárójelben jegyzem meg, hogy nem nagyon volt díszítve a kocsonyát, mert az elején megbeszéltük, hogy egy kocsonyát nem szabad díszíteni banánkarikával, nem odavaló, nem biztos, hogy szőlőszemeket kell rátenni, mert nem odavaló. Mindig azzal díszítünk, amit fel is használunk, tehát egy kis zöldséggel, citrom illik hozzá, mert sokan azzal leszik, de én csak gratulálni tudok a versenyzőknek, nagyon jók voltak a kocsonyák. És akkor ne is várakozzunk tovább, csapjunk a lovak közé, kezdenünk az eredményhirdetést, méghozzá a pogácsákkal. A
negyedik falusi kamrabuszra és kocsonya főző verseny, pogácsa sütő verseny kategóriában külön díjba szeretnénk részesíteni karancslapújtő Duci csapatot. Pogácsa külön díjba. Itt van a szomszédban a karancslapújtő Salgótarja mellett. Örülünk, hogy eljöttetek. Vedd át polgármesterhelyettől. Gratulálunk! Köszönjük! Pogácsa verseny, pogácsa sütő verseny külön díjával részesült még Hajnal Zoltánné. Kis ajándék. Egy áfamentes puszi is jár hozzá. Gratulálunk! Még mindig a pogácsa sütő versenyét tartunk, külön díjban részesül Ittes Emilné, pogácsa. Köszönjük szépen, nagyon jó volt, tudom volt, aki nagyon szép végül is. Elértünk a dobogós helyzethez. Pogácsa sütő versenyünkön harmadik helyet ért el Farmosi Ildikó pogácsája. Tehát a gyokorért egy kupa. Meglátok a fényképet, de hogy hangos kép legyen. Tehát pogácsa sütőverseny dobogó második helyzetet érte a Fizesabonyi kertbarát Törtársaság. Ez is kérdez mások. Egy fotóra, egy fotóra. Fordulj meg, gyere vissza. Tehát, amit először Bogácsi-Pogácsa verseny, Bogácsi-Pogácsa versenyen, első díj, dobogó legnagyobb fokája, Pintér Miklósnét hívjuk. Első díj, Pogácsa kapcsolódó, Pintér Miklósnét. Köszönjük, Javi, megérni a tapsot, mert Pogácsák csak a idősebbek tudnak az igazi házias jellegű, nagyon finom Pogácsát csinálni. És most egy nagy tapsot, első díj Pogácsa helyett, köszönjük, ami minden jövő. Még egy fotóra tessék vele. Felteszünk az internetre, hagyd nézzük. Egyszer egy ilyen a káposztában. Káposztában töltött. Kérem szépen, lépjünk tovább egy kicsikét. Nézzük a kocsonya sütő, kocsonya főző verseny. Már sütjük főzőni, és a dolgot összekeverjünk. Nem baj. Végül is, mint ahogy mondottam, majdnem 60 féle kocsonya volt, ez végig kóstolni is elég volt. Kitette fogokért, és szeretne a zsűri átadni egy külön díjat. Méghozzá Pándi hagyományőrzők csapatának kocsonya a külön díj. Pándi is itt van a szomszédban, alig 120 km, 130, oda-vissza 260. Különleges kocsonyáért szeretné a zsűri külön díjba részesíteni Nagy Gyulát,
Köszönjük szépen, már is megyünk tovább, tehát a kocsonyán tartunk még mindig. Kocsonyán főzőverseny elért, külön díjat szeretnénk átadni Ostorházyné Barta Emmának. Nagyon szépen volt a kocsonyán tartalában. Kácsról jöttek, úgyhogy gratulálom neki. Elértünk a dobogóhoz, kocsonya főző verseny, így Bogácson harmadik helyen is ért el. Fejes András verseny szólítani, Fejes András, kocsonya a harmadik helyen. Szihalomból jött is, rengeteg kocsonyát hozott nekünk. Rá a kalappal, én dolgozott vele, megérdemelt tapsot. Fotóra, tessék! Fotó, megérdem az is. Kérem szépen kocsonyos főző versenyünk a második helyezést ért el, Molnár Viktor. Nem baj, gratulálok neki, fotót neked is. És aki kocsonya főző verseny megnyerte. Itt mindig figyelembe kell venni, hogy a legszebb a legjobb, de vagyok a legjobb ízű. Mert egy versenyen nem győzhet akárki, akárhogy, hanem az íz. Ha jó ízű, megérdemeltem, akkor ő nyeri. Ez most nem volt más, mint a Szent Erzsébet mezőkövesztesi nyugdíjas csapatot. Köszönöm első helyet, gratulálunk! Kérem szépen, elértünk a Hamra Mustra eredmény hirdetéséhez. Van, aki Spajsznak hívja, van, aki Spejsznek mondja, Évés Kamrának. Lényeg az, hogy kamráról van szó. Legyen benne ennyivaló, mondja itt a kollega, igazolóan, és dédanyáink ezt nagyon jól tudták, hogy mindent el kell tenni. Ami engem most itt a legjobban sok minden fűszerői mellett megcsapott, itt a bogácsiak csinálták, hogy hogyan is kell csinálni a gyümölcsleves télen, amikor nincs semmi. De almát megeszik, azt nem csinálom gyümölcsleves, hanem szárítva eltették a körtét, a barackot, az almát, kis szütyűbe volt, eltéve a spajzba, kamrába, és azt beáztatták, és úgy csinálták a gyümölcsleves. Hát ezek a hagyományok. Ezért a hagyományőrzésért most mi szeretnénk adni. A tardi hagyományőrzőjét is szeretnénk idehozni, illetve ide hívni, hogy átadjunk egy külön díjat nekik. Szeretnék megmutatni, ha nem is annyira a bort, meg a értvét, hogy egy érdekességgel készült az önkormányzat. Yeah.
Kérem, tessenek megnézni, ezt az önkormányzat saját maga találta ki, ilyet fog mindenki kapni. Ez egy remek mű, egy érték, nem minden fog kapni ilyet. Én büszke vagyok rá, önök egy büszkén is elég el, egy ilyen szép képzés mindenkinek. Gratulálok végezzel! És akkor szeretnénk szólítani emléklap, egy emléktárgy és egy emlék szatyor átvitelére, Mezőkeresztes. Csapat a Mezőkeresztes, csapat a nincs különösen, csapat Mezőkeresztes, a képviselőjét. Igen. Szívem szerint mindenki első lett volna, úgyhogy mindenki vegye, hogy az első, csak kis rangsorban közte. Ők is megkapják különleges fényképet, azért ezt kell keresni, fénykép stílben. Azért onnan a kereskedés, hogy nem, hogy rosszat adjunk el. Ilyen külön díj, vagy ilyen megemlékezés átvételre szólítunk. A Miskolc ízőző csapatát szeretnénk tudni, hogy Miskolc ízőző. Tehát a Miskolciak külön kapják, ott vették a Miskolci koszonyát, a Bogárci koszonyok emléjét. Egy ilyen emlék szatyor, emlék oktabér, emlék képkeredvetett dolgokat szeretnénk átadni a Túr Istváni csapatnak. Szeretnénk szólítani Túr Istvániakat. Van egy valaki közülük, vegyék át a kis emléket. Valószínűleg kint a kemencén, ő kemencébe sütött, valószínűleg süt valamit nem akart ott, hogy később átadjuk neki. Szeretnénk egy emléket átadni a békési csapatnak. Sok szeretettel, ugye a saját fényképet. Gratulálom neki, köszönjük, hogy ilyen messzerünk is eljöttek hozzánk. Egy kis hagyomány őrzést cseppésztek a mi köreinkbe is. És remélem, hogy szeretnék egy nagyon szép csomagot átadni még. Kérjük szépen Pándi hagyományőző csapatának, képviselőjéről, Pándiaktól valakit. Köszönjük, hogy eljöttek! Benne van napedi rendéknap, minden szépen! Kérem szépen, hogy sok a dobogóhoz értünk ide. Én mondom, szívem szerint mindenkinek első helyet adtam volna, de az ugyan lehetséges. Maradjunk annyiba, hogy most akkor a falusi kamra bustrának a harmadik helyezését nem más, mint a Füzes Anyi Abonyi Kerbaráti kör kapta meg. Gratulálom neki! Nagyon szép volt, lehet látni. A dobogó második fokát szeretném szólítani, aki kitett magáért, elhozta a saját kamráját, és itt neki bemutatta, nem más, mint a karancslapújtó, Luci csapat részéről karancslapújtó. Kérem szépen, Bogácson megrendeztük ugye a kamra mustrát, immár negyedszer. És a kamra mustra, ami itt történt, szeretném az első helyet bejelenteni.
nem úgy lesz még egy főhelyünk, a mindig a vándorsereg a legnagyobb díj nálunk, aki a kiemelt első. De most maradjunk annál, hogy az első helyezést elérte Bogács. Ez mindenféle vészhajlás nélkül történt. Kérdésítve a kamrájukat. Magáért beszélünk. Mancinini külön gratulálok a két heteshez. Mancinini. Nem állom gyertik, hogy Mancinini 79 éves, és még itt van közöttünk, és ő a motorja, csinálja, a serkes kívül egészen már köszönjük közöttünk. Kérem szépen, Bogácsi kamramusa történetében elindítjuk a vándorserleget, amit ugye egy évig őrizhető, jövőre vissza kell hozni. És ez a vándorserleg, ami a legnagyobb, a legszebb, a legjobb, vehetjük kiemelt első helynek is. Aki a legtöbb tapasztalatot adta nekünk, az nem más, mint a Kácsi Hagyományőrzők Egyesülete. Gratulálunk! Azokat a fűszereket, azokat a növényeket, a gyógyszereket, a nagy gyógyszertábort a polcon nálunk. Így kezeltük magukat a régi idősek otthon, nem mentek orvoshoz, a polcról levették valamilyen gyógynövényt, készítettek egy teát, és már is vége a betegségnek. Turistáni, akik vannak? Turistánitől van valaki? Az a legszebb kvinti. Turistáni, vegye már még a haragyitát. Nincs itt a turistán. Itt van turistáni, akkor jöjjönek már. Gyere már belé, szépen az igen. És az én így felolvasjuk, turistáni, és összünk voltak, szeretnék átönnek is a felhát. Megérdemli a tapsot. Utáltatásra. Csoki is van a befőttek között, tudnátok. Kedves közönség, kedves versenyzők, találkozunk jövőre. Ha lehet még többen, mindenkit értesítünk. Én köszönöm, hogy itt voltak, érezzék magukat továbbra is jól. Ne felejtsék el, Bogácson nagyon jó melegvizes fürdők vannak. Férfiak mind a három lapszor beáztatják, a hölgyek pedig elmenek kedély állapot javítani. És maradjanak köztünk, legyenek jó emlékeik Bogácsról, jöjjenek vissza, Bogács megér egy misét, találkozunk még egyszer jövőre. Köszönöm mindenkinek, viszontlátásra!